Kísérletünk főszereplője egy katótsugárcső. Tápegységünk változtatható feszültségű. A katótból akkor lépnek majd ki elektronok, ha kellő hőmérsékletre hevítjük. Az elektronnyaláb útjába grafitpor van elhelyezve. A katódból kilépő elektronok a grafiton szóródva, a cingszulfidárnyőn hozzák létre az elhajlási képet. A jellegzetes szórás irányok koncentrikus köröket alkotnak. Változtassuk meg a gyorsító feszültséget, ennek megfelelően fognak változni a maximális fényességű körök sugarai.